Íme az első a 24. percben. Az első félidőben beszéltünk arról, hogy az első félidő után a szünetben, hogy a Lombardnak már itt is voltak lehetőségei, azonban a Diósgyőr lőtte a gólokat 11-esekből, egyéni hibák, itt Rodenbücher szabálytalankodik Vadásszal szemben. Így van, egyértelműen a 11-es, itt lehet látni a gyönyörű labda átvételt, pápai védő késett, belefutott, büntető. Tisza pedig belövi, ezzel megszerzi a vezetést a diósgyőri csapat. Higgadt ítélet végrehajtás, a négyből az első bent van. 29. perc, itt pedig Tóth Bence és Gosztonyi összecsapása után ítél 11-est a játékvezető, Gosztonyi ellőni a labdát, nagyot esik, Iványi pedig a büntetőpontra mutatott, érkezik Tóth Bence, a második 11-es a Diósgyőri javára a 29. percben, és a 30-ban ezt be is lövi Tisza Tibor. Itt úgy tűnt, hogy ő lehet a mérkőzés hőse, hiszen az eddigi fordulók alatt két gólt szerzett, és ezt már is megduplázta. Így volt, én is jogosnak éreztem a 2011-est, és már mondtam, Tisza Tibi idegrendszerében nincs gond, hiszen Szűcs Lajost kétszer legyőzte. Itt jön egy izgalmas dolog. Bizony az 59. percben egy újabb 11-es, ezt Szeje harcolta ki, és a játékvezető büntetőt ítél. Centikkel itt a sarkon, úgy tűnik. Én szerintem kint volt, de nem az én dolgom, hogy megítéljen. Maga a szabálytalanság tény, hogy belül volt, vagy ki azt a játékvezető eldöntötte. Maric begurítja, a jobb alsó sarokba tajti, a másik oldalra vetődik. Nagyon profi és tapasztalt ítélet végrehajtókat láthattunk ma itt Tisza és Maric személyében. Így van. Nagyon hideg fejjel és nagyon nagy önbizalommal végezték a 11-es játékosok. Két kiállítás után itt pedig a harmadik, és ez büntetőt is ér. Ugye Nagy és Gosztonyi után Haneket is kiszórja a játékvezető, és a 92. percben, vagy hát majd itt ugye később, mert lesz némi közjáték is, vagy volt némi közjáték, Higgadtnak kell lennie Maricsnak. Azt hiszem, hogy ezen nem lehet vitatkozni. Nem, ez egyértelmű. Hát ilyen buta védekezés és védőhibát elkövetni, hát ez tényleg sokba került a Diósgyőrnek. Marics ezt is belövi, ezúttal.